Jó napot kívánok, kedves kollégák! Ez a Magyar Szociális Fórum sajtótájékoztatója, amelyet a családdal egyeztetetten tartunk az ő kilakoltatásuk dolgában. Szeretném bemutatni a családfőt, Farkas József urat, és élettársát, Csiki Andrea asszonyt. 8 gyermekükkel együtt az önök szíves rendelkezésére állnak. A téma ennek a népes családnak a kilakoltatása. Egy önkormányzati lakásban élnek, amelyből ki akarják lakoltatni őket, anélkül, hogy cserében másik lakhatást biztosítanának nekik. Tehát az utcára kerülnek. Ezért a Magyar Szociális Fórum összefogással, társadalmi összefogással kiáll mellettük, megvédi őket, és minden erejével azon van, hogy ennek a családnak a lakhatását biztosítsák. Ez a család azért került ebbe a helyzetbe, mert adósságot halmozott fel 1.300.000 forint értékben. Ebből körülbelül 60.000 forint a lakbér, a többi pedig a vízdíj és a távhő hátralékokból tevődik össze. Úgy ítéljük meg, hogy ez a tartozás kezelhető, annál is inkább, mivel a 8 gyermek közül 6 kiskorú, és 2 közülük tartósan, súlyosan betegek. Ez a család 250.000 forintból él havonta. Képtelenség biztosítani ebből a lakhatási és a rezsiköltségeket, és egyúttal enni adni a gyerekeknek. A második olyan kirívó esettel találkozunk ebben a kerületben, amely a tavaly júliusi kilakoltatást követi. Ismeritek, hogy a 68 éves Nagy Lajosnét, aki szolidaritásból itt van jelen, mindkét lábára amputált idős nagymamát, akit 15 éves unokájával együtt lakoltatta ki tavaly júliusban, ez az újabb eset követi. László Tamás polgármestert meghívtuk ide is a sajtótájékoztatóra, hogy mondja el, mit kíván alternatívaként biztosítani ennek a családnak. A jelek szerint nem élt ezzel a lehetőséggel. Kötelességem azonban önöket tájékoztatni arról, hogy tegnap személyesen jött ki ide az egész városvezetés, hogy beszéljen Farkasékkal és Csiki Andrea asszonnyal, mert bizonyos hajlam tapasztalható arra, hogy valamiféle megoldást keressenek. Egyelőre azonban semmiféle konkrétum nem áll a rendelkezésünkre arról, hogy miben rejlene ez a megoldás, úgyhogy beszélni sem érdemes róla. Én arra kérem önöket, hogy forduljanak közvetlenül László Tamás úrhoz, és tőle kérdezzék meg, hogy mire gondol. Tudnélik, a család tegnap délután bent volt az önkormányzatnál, és a lakásügyi osztály vezetője ugyanezt mondta nekik, hogy keresnek, megoldást keresnek, tehát célzásokat tett erre, ugyanakkor konkrétumként mindössze egy dolgot említett, hogy ebből a lakásból el kell költözniük, tehát kilakoltatják őket. A Magyar Szociális Fórum az otthonvédőkkel karöltve itt lesz, és szembesülni fog a kilakoltatókkal, hogyha nem biztosítanak megfelelő ellátást és szállást, lakhatást a Farkas Csiki családnak. Ez a mi kötelességünk, és erkölcsileg mi erről nem kívánunk lemondani. Kérem, hogy fogadják szeretettel a családot, és kérdezzék meg tőlük azokat a részleteket, amelyekre kíváncsiak. Ismételten köszönöm Nagy Lajosnénak, az amputált lábú asszonynak, hogy ilyen állapotban is kiállt a népes, 8 gyermekes család védelmében. 2 gyerek van, aki így született, Citrus Universitusszal, szóval megvan nekik a rendés belső, csak fordítva. Szóval ezeknek a tüdejük olyan, mint egy 100 éves öreg emberé, aki dohányzik. Ezeknek el van használódva a tüdő és a belső szervek. Ebből kifolyólag meghalt egy kisfiam. És nekem van egy kislányom, aki ugyanebben a betegségben szenved, és egy nagyobb fia. Ezeket akarják az utcára tenni. Hát ez abszurdum. Ilyet nem lehet egy családban. Itt, hogyha
Itt, hogyha most mi kikerülünk az utcára, gyakorlatilag megszűnik a család létezni. Ezt akarják. Nem tudunk Magyarországon még ilyenről, hogy valakinek két ilyen gyereke lenne egy családban. A két nagykorú gyerek közül az egyik alkalmi munkából él. A Farkas úr szintén alkalmi munkát végez. A helyzetük kialakulásának eredeti oka az, hogy Farkas úr a Megyeri hídon dolgozott, és nem fizették ki. 800 ezer forinttal tartozik, ha jól emlékszem, a cég neki, és ezt nem sikerült eddig behajtani a cégen. Hát ez az az összeg, ami ugye hibázik, és ezért kerültek olyan helyzetbe, hogy mivel nem tudták kifizetni a lakbért és a közüzemi díjakat, most ki akarják őket lakoltatni. Nagyon hangsúlyozni szeretném az újságíró kollégáknak, hogy feltétlenül kérdezzék meg László Tamástól, hogy valóban hajlandó-e egy másik lakhatást biztosítani a családnak. Mert ebben az esetben a probléma megoldódna. És akkor nem kerülne sor olyan konfrontációra, mint amilyenre Kőbányán került sor egy hónappal ezelőtt. Hogyha maguk nem lennének, nem lenne kihez fordulnom segítségért. Akinek tartozom, ez maguk, és a Simó Endre úr. Nincs más segítségem. Kihez? Akihez fordultam, az nem segít rajtunk, az ki akar bennünket rakni. Télen olyan 100-110 ezer forint. Akkor most kérdezek én magától valamit. Hogy éljünk meg? Menjek el lopni? Hogy az a probléma, hogy nem vagyok bűnöző? Mi nem vagyunk alkoholisták, mi nem iszunk. Így kezdődik. Mi egyáltalán nem iszunk. A gyerekeket megpróbáljuk nevelni. Csak élni akarunk. Más semmi. Mi nem élünk kétes életet. Nem vagyunk mi nagyra vágyunk. Nekünk, hát én eladtam mindenemet. Én már mindenemet eladtam. Ami van, ez már semmi. Csak azért, hogy tudjunk fizetni, vagy együtt. És a gyógyszereket. Hát arról nem is beszélnek. Hát arról nem is beszélnek. 30 nap áll arra, hogy bennünket kirakjanak az utcára. De ez lehet 15 nap is, mert ugyanis, hogyha egyik szomszédomat, az például 15 napon belül rakták ki. Mi is attól félünk, hogy ez nem 30 nap lesz, ez 15 nap lesz. Ez minél gyorsabban. Egy a lényeg, itt nem szabad húzni, harlasztani, itt villám gyorsan kirakják az embert. Vagy azt kellene nekem is, hogy kiugorjuk az ablakon. Hogyha lehet hinni, hogyha úgy értelmezem a dolgot, hogy tényleg akarnak segíteni, akkor más csak ők tudnak, más senki. Ha valaki tud segíteni, igen. Igen. Csak az önkormányzat. Mindenki megkapta a bírósági, vagy milyen minden papír, benne van. Csak az érintettek nem. Ami mi voltunk. Ami mi voltunk. És ez is furcsa. Most, hogyha netán betesznek bennünket egy anyaotthonba, ez egy idéglenes, ez egy krízis. Átmeneti. És utána mi lesz? Ez most az, hogy megoldódik egy évre a problémák, az egy dolog. És utána mi? Ugyanúgy akkor folytatódik előről minden. Hát igen, be akartak rakni minket anyaotthonba, de úgy, hogy a két fiam. Hova? Utcára? Hát 18 éves gyerekem, nem fogom az egészet nem hagyom. Benne van a végzésben, nem, semmi. Hogyha nem találunk meg lakhatást, akkor a gyerekeket, a kiskorú gyerekeket, elveszik. Nem azért szültem, nem azért szenvedtem, nem azért éhezek napok óta, hetek óta. Nem iszok, nem dohányzok, nem semmi olyan dolgot nem csinálok, ami ide, gyerek, oda vezethet. Ezek a gyerekek nem más, ez a miénk. Ezeket a gyerekeket nem lehet elvenni.
ezeken segíteni kell, nem elvenni. Az lenne a segítség, hogy elveszem másért. Az nem segítség. Nem holnapra, hanem nézzünk előre egy pár évre. Belőlünk hajléktalanok lesznek, lehet, hogy alkoholisták. Mi lesznek a fia, a gyerek, a nagyobb fiai? Mi lennének? Börtön. Bűnözők lennének. De nem ez az igazság. Ilyen gyerekeket most őszintén kérdezem. Családban nem szabad most kiragadni. Őszintén. Most, hogyha valakinek nincsen senkije, semmije, előbb-utóbb ugye az élelemért, vagy bármiért lop. Betör, rabol. De a szülői és az anyai szeretet az mindennél erősebb, és a gyerekek... Há, ilyen, hogy elvennék a gyerekemet? Nem szabad. Benne van. Hogy elveszik a gyerekemet? Hát ki? Nem szabad. Ki miért? Ez a legnagyobb bűn az életben, hogyha a családtól elszakítják a gyereket. De most netán tételezzük föl, nem kapok semmiféle ötös segítséget. Most ugye, az benne van a pakliba, ugye? Igen. No, akkor mi lesz? Mentek haza? Igen, csak. Szevasztok. Szevasztok.